Visszatértünk a morálás családdal, és mindenki alszik, kivéve Dominik most Falkát. Neki most volt... Menj el akkor vécézni te. Akkor ezt is. Ú, szerintem már fent elfajtottuk ezt kikapcsolni. És egyébként... Ugye neki most emelése volt, és még egy emelést kéne, hogy kapjon. És az emeléssel én úgy tudom, hogy az, tehát mostantól tud lopni, illetve hogyha ide kattintnak, hogy milyen cuccaik vannak, akkor itt van egy csomó cuccot, amit kaptak. Például itt van ez, ugye ezt is kapta azzal, tehát egy eleve tud kizsebelni embereket, plusz most már ezt is kapta, egy ilyen ajándék, ez ilyen... Ez ilyen, neki ez, tudom, ez ilyen, ez is zsákpénz. Mi ez így, mi? Ezt csak szeretném ide, akkor lerakom ide. Ez egy zsákpénz. Kapott egy zsákpénzt. De szerintem nem lehet eladni. Ez csak 150, de szerintem csak ilyen dekoráció az ő szobájába. De szerintem ezt külön neki valami építeni kéne neki valami. Ezért kaptak egy, kapta ezt is. Mármint ezt még szerintem az előzőből. Ezek ilyen kis cuccok, amiket tud használni. De ezzel tele megy az egész szobája. És ide rakom a fürdőbe. Még ilyen eldugott dolog. Nem tudom, ezzel tud-e valamit megcsinálni. Kaptak egy számítógépet. Ezt én nem tudom, hogy honnan. De igazából tudnának két számítógépet, de ez így sokkal jobb. Ezt lehet, csak eladjuk. Mennyibe kerül? 1152. Hát akkor nem csak eladjuk ezt kész, mert... Minek legyen kettő? Igazából lehet, hogy tudnának egyszerre használni, de annyi dolguk van mindig, hogy... Akkor szerintem ezt mondjuk ide rakhatnak egy gépet. Majd meglátjuk. Akkor a főzés miatt ők ezt kaptak, ebből 60. Kaptak 6-ot. Ebből ezt ide rakhatnák, de már van egy csomó. Úgyhogy ennyire nem tudom. Ezt most eladtuk gyors. Kaptak egy kávéfőzőt. Ez lehet, hogy nem jól jönne. Főleg úgy, hogy lesz majd izéjük. Ezt nem sem tudom, hogy is így lehet rakni. Kéne egyébként több hely. Mi lenne, ha ezt az ablakot itt arrébb raknak? De az én létlen nem. És akkor ezt az egészet így átmozdítjuk. Ja, hova tűnt ez a szék? Na, de kire most vehetek még egyet. És akkor ide raknánk egy ilyet. Tudok még egy teszt. Várjunk, de szín az nem ugyanolyan. Ez egyetlen nem olyan, ami most nekik van. Jól van ez. De most a szék... Ja, itt van, jól van, már megértem, hogy hova tűntek a székek. Ez pedig, mert jó lett a aranyszintű lett a Randi, ezért kaptak egy ilyet. Mert hát Dominik kapta. De ez nagyon jó, szerintem ezt valahogy fel kéne rakni a legtetejére. Ezt ide fel lehet rakni, de durva. De ez olyan idétlen. Ez ide jó lesz, ez kész most egy időre. Ez csak dekoráció, ugye? Na mindegy, ez csak így gyors eszembe jutott, hogy ilyen dolgaik is vannak. Ezzel mit tudsz kezdeni? Enable Emotion Aura, ami azt jelenti, hogy ilyen érzéseket vált ki a Sims-ből. Ez milyen érzést vált ki? Nem is tudom, milyen érzéseket váltanak ezek ki. Azt meg kéne szerelni. Akkor várjunk, ez is érzést vált ki. Nem. Mi volt még, ami... Ez az izé. Ez. Ezt szerintem ezt a flörtösek lesznek. Szerintem, hogyha lesz valami randi, akkor ezt ide kéne változni, és akkor hát, ha mindenki flörtös lesz tőle. No, de... Tehát te is okos, hogy ide lejössz. Közben neki kell fel. Aztán ezt kikék takarítani, Dominik. Valaki lejött, nem? Megszült. Várjál, Dominik, hogy nyissuk már ki neki. Hogy hívjuk be. Tehát meg így elmosogathatsz ám. Vagy kiöregedett meg, csak kíváncsi vagyok. Sajnán nem is ismertük. Szóval... Nem is tudja bevallani, hogy megsálta. Csak csinálna még egy gyereket. Jó, hát hagyjuk rá. De nem tudom, miért jöttél el, mi most enni fogunk. Mármint kinyitjuk ezt, és megeszik a maradékokat.
Fel. De jó, amusogatsz minden nagyon király. Ó, mi csinált? Mert ő ilyen kis idétlen, és eltört valamit biztosan. Mi lenne, ha előbb bemenni a WC-re, pont ott voltál mellette egyébként? Utána... De jó, leültöd a gépezni. Utána neked mi kéne? Ebből megvagy, inspiráltan kéne csinálni. Kéne egy vacsorapartit csinálniuk. De közben tízet fűszer főzni, ez olyan rengeteg. Kolbinak meg úgy gyert meg a munka, ez hogy van? Neki meg nem. Ja, mert nem emelést kapott. Nem? Nem tudom, miért külön járnak. Na várj, tudod, még inkább hív fel a csávot, akit most megismertél, és beszélgessetek. Úgyis pont, de pont hívni akarta volna. Az elviszt olyan sápadt, vagy lehet, hogy ázsiai fel se tűnt. Hát figyelj, úgyis neki fan kell. De ezt is elrontottad. Akkor lehet, hogy csak... Most nem, életében először nem gyerekre pályázik. Azt mondja, hogy nem, szerintem azért, mert meg lett csalva. Tudtul tőle pénzt lopni, ez elég durva lenne. Ja, nem, hát azért csak, mégiscsak a gyerekének az anyja még hozzá, hogy hívják az úgy, Judy. Judy a gyerekük. Hát azért meg kéne látogatni, nem? Meg felneveszteni gyors. Hát ha így nem vagy ilyen közreműködő, pedig valakit el kéne vinni randizni ám. Az is a helyzet, hogy akkor legalább sikerülne egy. Hívd át a kivel ismerkedtél, várjunk. Nem a Nancy, Penelope, de ez olyan elutasító néha. Jaj, tehát mindegy, a korrupt Penelope lesz az. De itt is már itt beszélgetett a izével és a Tiffany-val. Vagy nem ő, nem mindegy, hív, de a Penelope-val elmegy randizni. Úgyhogy várjunk elő, mielőtt ezt megteszi. Előtte be kell osztani mindenkinek, hogy mit csináljon. Te, ha megetted, neked annyira kéne, tehát ezt edd meg, remélem azt csinálod, és utána elmész, hopp, egy fenék, utána elmész nézni ezt, mert még mindig kell neked ezt tanulnod. Bármi, mindjárt jönnek ma érte munkába. 15 perc, akkor felejtsd el. De érte is 2 óra. Még neki 2 óra van, több ideje van, mi kell neked? Csak főzni kéne. Figyelj, hogy akkor rád bízom. Ezért tök jó lenne, hogyha... Hát most csak ne. Majd a Dominik ezeket megcsinálja. Neki nincs szabad napja, ma teljesen véletlenül. Nincs. Úgyhogy majd is meg munkába. Akkor mindenkit rábízok, akkor nem legyek olyan, hogy elhív valakit. Randizni. De nem őt. Remélem nem várjunk. Oké, ki tudja választani, legyen ez a Penelope. És azt gondolom, hogy ha kihívja, akkor ez már automatikus igent jelent. Hova menjenek randizni? Ide nem hívhatja, de az lenne a legegyszerűbb. Szerintem ez lesz. És itt is van a csaj, de akkor ennek el kéne mennie. Ez a leges, legcikibb randi lenne, hogyha a csaj is itt lenne még. De várjunk, hol a nő? Hol a Penelope? Még csak most jön át. Mert ha minden igaz, a randi itt mutatja, hogy már elkezdődött. Ez ugyan érthetetlen. Vagy itt van valahol a sarka, majd most érkezik meg, vagy mi van. Most ide vagy, lemaradtam. Nem kellett volna ide hívni, most az ilyen tök béna randi lesz. Ja nem, itt van, jó van. Jön már. Erre kimegy. Úgyhogy mit kell csinálni? Sakkozniuk, hát ilyet sem láttam még. Valaki igazából szerelhetne egy játszál Penelope-val. Ilyen tök mérges hangulatban van most. Nem is tudom miért, most miért nem mutatja, hogy hol, hogy van a csajszé.
Felvod. Ja, igen, most mérges. Hát innen indulunk. Nézzük, hogyan megyünk tovább a mérgesség. Mit csinál ez? Talán edzett. Mind a ketten flörtösek, vagy mi? Nem menjél sehova. De ciki, ő meg itt nézi őket. Na, végre elmegy. Hogy lehetnek játékosak vajon? Ettől? De több fókuszáltak lesznek, nem? Ja, most már van. Hogy tud le játékos lenni? Na mindegy, akkor ugorjunk rá a lényegre. Ja, menjél fel enni. Ő befejezi az italát. Mond neki italok a hűtőbe. Figyelj, menjetek fel. Hát, attól flörtösek lesztek. Hogy mi azt mondja, hogy kapcsolj. Most ha mindegy, az ennek van egy ilyen. Csak nézzétek meg. Mi történt? Na, flörtös is lett azonnal. A csajt is ide kéne hozni, hogy is flörtös legyen. Mondjuk, ha bekapcsoljuk ezt a izét. Legyen, nincs ilyen romantikus, akkor legyen pop, vagy alternatív. Nem tud mondjuk táncolni vele, vagy valamit, vagy... Mit csinál a csaj közben? Tök jó lenne, ha feljönne. Várj, akkor csak ide-oda hívja. Ez nem lehet. Túl messze van. Akkor majd ötélj magától. Na, úgyni. Na, végre. Fúj, de Billy azt mondja. Nem baj, gyere, nézd meg ezt. De nem már, figyelj. Várj. Elmondok egy titkot, csak gyere fel. Nem menj még munkába, a francba. Ezt így elrontottuk. Most ilyen flörtös hangulatban van. Nem engedi neki. Ó, jó van. Felszedő szöveg. Meg is szeretne közben valaki találni, úgyhogy akkor ezt gyors, itt van. Akkor ugorjunk is rá az első csókra, mert egyébként is ez kell a... Ott van az első csók, rendben. Ez az, ha mindig ez most már, akkor ez is teljesült. Miért nem teljesült? Ja, azért. Azt írja, hogy szenvedélyesen kell csókolózniuk. Még nem flörtös, azért nem tudnak szenvedélyesen. Ez az. Várj, már el is mentél. Várj. Nem olyan gyorsan. Még egy dolgot a franc. Várjunk. Akkor gyere, maradj itt éjszakára. És akkor sikerült neki, mi a következő? Karizma kell, még mindig randikra kell mászkálnia, meg két szímszel szakítania kell. Akkor figyelj, meg is kérheted, hogy legyen a barátnőd. Mert akkor csak úgy tud vele szakítani, ha a barátnő. Jó, és akkor ha már így összejött... megkéri a kezét. Közben hívják a munkájából. Ó,
eltűnt innen a... az opció, hogy gyermekük legyen. Lehet, hogy otthon kell hozzá lenni, vagy... Ja, itt van, jó van. Na. Elismertek dolgokra, utána hát lehet, hogy ezt a munkanapot most elkészül, se kapottam el, és pedig mindene meg volt. Elmentnék munkába vajon. Közben Colby hazajött. Colby, olyan jól értesz ezekhez. Úgyhogy jó lenne, ha dolgoznál ezeken. Igaz, hogy nem ő törte össze. Miért? Miért direkt szándékosan gonoszkodni megy oda? Ah, szóval az eleve ilyen kritikus a barátnőkkel. Oké. Okay. Dominiknek nem sikerült megkapni a legutóbbi rakományt, vagy mit, és kiderült, hogy a rendőrség már eleve várta a hogy hívják nála a kikötőben. Úgyhogy biztos van, aki elárulja őket, tehát van egy tégla. És Dominik mindenkin keresztül megy, hogy kitalálja, hogy ki volt az, tehát mindenkit kikérdez, vagy mit tudom én. Hogy kiadta a tippet a zsaruknak, vagy pedig mindenkit kirúg, és újat kezd. Tehát szerintem ne kezdjen újat. Oké, ezt jól is választotta. És rá is egy kirát tégla. Hát biztos nem, ő szerel itt. De ciki. Ő emelést kapott, jéj! És kaptunk egy ilyen cuccot is hozzá. Na várjunk. Akkor most már mit kell csinálnod? Jó, nem most a... De nem, várjunk, most össze vagyunk zavarodva. Na mindegy, emelést kapott, akkor kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit... Kaptunk egy másik ilyet. Hm, jó van. Akkor eltakaríthatsz, ha már. Colby, te meg tényleg csinál mászt meg, na. Csak kicsit szégyeli magát, már rányított a nőre. Miattam, én mondtam neki. Oké, most már ehetsz. Vagy ezt a sütit, ilyen nem kell sütit enned. Mondjuk, hogy persze szemtekarsz. Megint gonoszkodni akar, kiabálni vele. Inkább tudod mit, tusolj le ebből a koszosban, majd ezt tudom, hogy kitakarítja. De megnőtt ez a fa. Úgyhogy utána tusolod ezt meg. Rákattintok és tud venni magukat. Mikkel foglalkozzon. Bár mondjuk most nem annyira akar, de most még vele kipróbáljuk. Legyenek az ilyen zöldségek. Úgyhogy el tudja ültetni a zöldségeit. Várjunk. El vannak. Közben egyél is ám. Ha, ő is ötletőség, mert megkérte, hogy estére maradjon. Kinyitotta? Na, mindig félre kattintok, és akkor ültest is el. Mi ez, répa? Várjunk. Melléraktam, na. Ültest el. Van itt rózsa. Ezeket nem mind el tudja ültetni, nem? Meg gomba. Várjunk most itt. Ezt rakjuk ide-vissza. Ha, ez is ott ülteti el, ahol lerakom. Vámat aludni. Úgyhogy ők bek mindjárt bek. Na mindegy. És nem kaptál emel, és mondjuk nem is számítottunk rá, mert elég későn indult. Később már inkább menj aludni. Oké, akkor... Ja, itt az, hogy az ágyban jó van. Na, meglepődtem. És akkor Colby...
Ne havárkutyám, tényleg. Hát még nem is annyira álmos ám, de az lenne jó, hogyha visszatérnél arra az időpontra, hogy inkább ilyen időpontban vagy álmos. Úgy. És akkor innen folytatjuk a történetet.